Ebbe az eszközbe bevertünk két szöget, mégpedig úgy, hogy egy 20 forintos éppen csak átférjen közöttük. Most ezt a 20 forintost szépen megfogjuk, és borszeszégő lángjába tartjuk. Vegyünk elő egy borszeszégőt, és a 20 forintosunkat tartsuk a lángba, melegítsük egy ideig. Ennek következtében a részecskéi gyorsabban fognak mozogni, tehát úgy gondoljuk, hogy ehhez nagyobb helyre van szükségük, tehát a 20 forintosunk nagyobb térfogatú lesz. Tegyük el akkor most már a borszeszégőt, vegyük elő az eszközünket, és látjuk, hogy a 20 forintosunk nem esik át a két szög között, tehát valóban a térfogata nagyobb lett.